Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Itt van már Antal Attila politológus, az ELTE oktatója, és Böcskei Balázs, az IDEA intézet kutatási igazgatója. Jó estét, szervusztok. Jó estét. Kezdjük a Lánciddal, ott hagytuk abba az adás végén, egyébként majd kapcsolunk a helyszínre. Szóval 10 éve kezdődött körülbelül, odáig vissza kell menni ez az egész, és hát ma sikerült átadni. Csak taxisok, buszosok, gyalogosok használhatják, és ahogy itt fogalmazott a kolléganőm, ez egy szimbólummá vált. Hogy látjátok, mennyire vált szimbólummá? Egyébként Karácsony Gerge is erről beszélt, szimbólum, de ő az összetartozás szimbólumának nevezte. Érdekes ez a két véglet. Valóban, hát lehet a Budapest 150. egyesítésének 150. évfordulójának szimbóluma is a Lánchíd, ami mégiscsak Budát, illetve Pestet összeköti, de nem az emlékezet politikával akarok elmerülni. Talán annál sokkal fontosabb, hogy a Lánchíd ügye megmutatta azt, amit eddig is tudtunk, hogy a kormányzattal való együttműködésnek ez a konszolidált, bizalmi, helyesebben, nem konszolidált, még lehet valami konfliktusos, mert konszolidált, tehát bizalmi alapon működő, előzetesen megadott bizalomból fakadó együttműködés elérte a korlátait. Ez ugye a negyedik év végére teljesen egyértelmű, hogy ha Lánchíd kapcsán ugye kormányhatározat rendelkezik erről a 6 milliárdról, de erről nincsen azt túlmutatóan támogatási szerződés, és ugye ezért nem lehet ezt jogi szintre emelni, mert hogy valójában akkor milyen jogra való hivatkozással fog ez a történet előállni. De várjál, Balázs, mit értesz ez alatt? Mert szerződés van, támogatási szerződés. Ugye a kormány arra hivatkozik, hogy abban a szerződésben az van, hogy akkor adja oda a 6 milliárdot, hogyha az összes autó visszamehet, és azért nem adja oda, mert nem mehet. Nem ez vissza. Van benne, hanem az, hogy hány pont, egészen pontosan az van benne a kormány határozatban, hogy hány napig lehet lezárva, feltételesen vagy teljesen lezárva, és e körül is van egy. Akkor is van egy vita. A másik például, ami egy hónap múlva lesz, ez pedig az atlétikai, nem egy hónap múlva, pár hét múlva. Az atlétikai VB úgy kerül megrendezésre, hogy annak volt a feltétel az egészséges Budapest, leegyszerűsítve a program, kerületeknek juttatott támogatásoknak a megérkezése. Ennek a szintén nem a teljesség érkezett meg. Atlétikai VB van, egészségügyi támogatás teljessége nincs, úgy, hogy maga a fővárosi közgyűlés az erre vonatkozó kötelezettségét, vagy legalábbis hogy is mondom, együttműködési hajlandóságát azáltal, hogy Budapest hozzájárul a megtartáshoz, megtette. Lánchíd ügyében szintén úgy tűnik, hogy ez mínusz 6 milliárd lesz a főváros részéről, és nem nagyon tudunk mutatni az elmúlt években, talán alig, talán nem egyáltalán, amelyben az a fajta előzetes bizalom, amelyet egy normális, nem jó normális, egy optimális kormányzat főváros viszonyában, függetlenül, hogy ellentétes pártállású vezetések vannak, indokoltan elvárnak a választópolgárok, azt nem kapják meg. Ezért valószínű szintem szerintem az a következtetés kell levonni, hogy a következő időszakban, mert meglepődnék, hogyha bármi veszélyeztetné Karácsony Gergely újrázását, mai tudásunk szerint nagyon esélyes az újrázásnál, de hogy vajon ez a közpolitikai, politikai együttműködés a kormányzattal indokolt, hogy ez így folytatódjon, az erőteljesen viták tárgya szerintem az elmúlt évek tükrében. Te hogy látod, Attila? Én is azt gondolom, hogy egy szimbólummal állunk szemben, ugye Balázs mondta Budapest 150-et, és itt több jelzés is arra mutat, főváros viszonya az agglomerációval, kormányzat viszonya a budapesti vezetéssel, hogy itt lehetnének olyan ügyek, olyan szakpolitikai ügyek, amelyek mentén előre lehetne vinni ezt az országot. Például a Lánchídnak a megnyitása lehetett volna, ha lehet így fogalmazni, egy közös ünnepe a kormányzatnak és mondjuk a budapesti vezetésnek, vagy általában az állampolgároknak párt állásra tekintetnénk, de nem ez lett. És ugye nem ez az első eset. És azt gondolom, hogy ez egy szörnyűség. Ugye nemrég például Géfodor Gábor azt nyilatkozta, hogy megszűnt a hazai belpolitika, mert összeomlott az ellenzék. Én inkább azt látom, hogy azért szűnt meg a hazai belpolitika, mert a kormányzat lemondott a különböző szimbolikus egyesítő ügyekről és a szakpolitikákról, amelyek összefoghatnák ezt az országot. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy az autósok mehetnek-e a Lánchídon vagy nem, ez egy álvita, azt gondolom. Ugye az, hogy ha a magyar állam, a magyar kormányzat védeni a magyar autósokat, akkor tenne valamit a benzinára, hogyha lehet, le lehet ezt egyszerűsíteni, és nem azt a szimbolikus vitát venni elő, hogy akkor lehet-e menni a Lánchídon vagy sem. Tehát ebből látszik, hogy a magyar kormányzat ezekről a közös ügyekről, akár szakpolitika, akár szimbólum, lemondott szándékosan. Van egy kormánytag, amelyik fölült egy tandem biciklire és oda ment. Mit szóltok ehhez az akcióhoz? Navracsis Tiborról van szó, nézőknek mondom, aki esetleg nem látta, még nem nyitották meg a Lánchidat, ő már végigment rajta, és hát maga mögé ültette Latorcai Csaba államtitkárt, és ki is posztolta ezt a fotót egy kerékpáros emojival. Hát egy ilyen akció egy politikustól általában mindig több, mint önmaga a kép, valószínűleg egy üzenet. Szerintetek üzenete kinek üzenhetett? Mi volt ez? Mit gondolnak arról a nézők, ha azt mondom, hogy nincs ebben semmilyen üzenet. Tehát, hogy
ne gondoljuk, ne játsszuk el azt, hogy próbálunk keresni egy... Én még csak ezt sem állítom, én azt javaslom, hogy ne menjünk el ezen az úton, mert nem fogjuk tudni megmondani, hogy mi van benne ebben a dologban. Ellenben ez bizonyos értelemben sikeres ez a Lánchíd projekt. Mire akarok utalni? A városvezetésnek volt egy egyértelmű állásfoglalás ebben az autós kérdésnek a újragondolásában. Láthattuk, hogy a körút mentén elég robosztusan történt ez, nagyon gyorsan születtek meg ezek a biciklisávok, kevés volt a felkészülési idő, mondhatnánk, tehát hogy egy ilyen sajátos próba, gyors közpolitikai intézkedés. A Lánchíd esetében ugye pont a felújítás miatt nagyon hosszú ideig tartott ez az edukációs szakasz. Tehát ez egy sajátos kérdés, akit mondjuk érdekel a közpolitika, az láthatja, hogy egy ilyen zöldesítés vagy környezetvédelmi projektet ki lehet gyorsan is vitelezni, és meg lehet csinálni lassú előkészítő munkakapcsán, és mind a kettő adott esetben tud optimális megoldást mutatni, hiszen a körúton elfogadták, azt mutatják kutatások, hogy elfogadták az autósok a biciklisek jogosultságát és használatát, és tudnak együtt élni és közlekedni a városban, és a Lánchíd esetében sincs ez nagyon másként. Tehát bizonyos értelemben, hogyha elrugaszkodunk ettől a kormány versus főváros dihotómiától, egy nagyon jó modellt kaphat az, aki közpolitika kutatással foglalkozik, hogy lehet igenis olyan intézkedéseket a városon keresztül vinni, amit elképzelhetetlennek tartottunk 4,5 év múlva, és láthatólag a kormányzó pártnak nem működik az autósok versus kerékpárosok konfliktus kélesítése. Ma egy évvel a választások előtt, kevesebb, mint egy évvel a választások előtt nincsen olyan jelöltje a kormányzó pártnak, aki alkalmas lenne arra, hogy megszorítsa, vagy legalábbis legyőzze a főváros jelenlegi vezetését, és ez azt is mutatja, hogy ez a keret, hogy konfliktusot generálok a fővárosba, a fővárosiak között, ez nem annyira átütő erő, mint az egyik a magyar nemzetnek a fáradt címlapjából tűnik. Navracsics Tibor, rá is reagál. Már nem mint potenciálos jelöltre, mint főpolgármester jelöltre. Nem biztos, hogy lehet tudni a szándékot, de az biztos, amit a Balázs mond, hogy az szerintem is igaz, hogy ez a rezonancia, hogy akkor itt szembeállítjuk a budapestieket, autósok versus biciklisek, ez nem működik, és szerintem az a kormánypárti politikus éra is érzi ezt, aki valóban Budapestet fontosnak tartja. És ezek a szembeállítások, ezek szerintem nem működnek, és nézzük meg a Vitézi ügyet, látjuk azt, hogy itt azért Budapest ügye, egy sikeres Budapest ügye, szerintem kormánypártokon, Budapest vezetésen túlmutató kérdés. És a másik szempont, hogy ez a Lánchíd ügye, ez beleágyazódik abba, hogy egy klímaválság szituáció van, tömegközlekedési átgondolás nélkül, az autósok ügyének átgondolása nélkül Budapest nem készülhet fel egy klímaválságos időszakra, és a jéghegy csúcsa az, én azt gondolom, hogy az autósoknak a kérdését átgondoljuk. Itt nagyon-nagyon-nagyon mérható szakpolitikai változásokra van szükség, nemrég a mélegelőkön nevettünk, hát itt alapvetően kellene átgondolni, és egy sikertelen klímaválság, nem optimizált Budapest, az nem érdeke az ország kormányának. Te is úgy gondolod egyébként, ahogy Balázs, ugye valahogy azt mondtad, Balázs, hogy igazából nem látszik, nem csak kihívója, hanem veszélyben sem nagyon látszik a főpolgármesteri poszt Karácsony Gergely számára. Akkor sem, hogyha totális kivéreztetés lesz, mondjuk a kampány előtt, és csődbe megy a város. Ugye Kisamrus arról beszélt, hogy most van mínusz 1,1 milliárdos kassa a fővárosban, vagy hát negatív tőke, szeptember közepétől fizetésképtelen a főváros? Hát, hogyha a logika mentén működne a kormányzat, akkor biztos, hogy nem lenne érdeke egy kivéreztetett Budapestnek az átvétele, biztos, hogy lehet itt lejárató kampányokkal operálni, ugye ez történik most a külföldi finanszírozás ügyével, de egész biztos, hogy egy várost és egy agglomerációt tönkretenni azért, hogy a kormányzat megnyerje ezt a választást, az keserédes lenne, bár az Orbáni logika az nagyon sok szempontból ezen az úton is működhet. Meglátjuk, de maradjunk még az önkormányzatoknál. Egy picit lesz témánk, de veletek is beszéljük ezt meg. A tegnapi közlönyből derült ki, hogy egy úgynevezett közszolgálati ellenőrzést kapnak a nyakukba az önkormányzatok, nem csak a főváros, hanem úgy az önkormányzatok, és az egészet Gulyás Gergely vezényli majd le. Először is mit gondoltok erről, így a választások közeletével? Mi ez az ellenőrzés? Lehet, hogy mégis vissza kéne mennünk a Navracsics Tibornak a bringázására, mert az egy könnyebb szituációnak bizonyul, mint ez. Mert hogy első elolvasva a közlönynek a tartalmát, az, hogy ez rögtön politikailag keretezzük ezeket a szükséges ellenőrzést. Ugye itt ilyen
olyan munkaidők, meg túlóra, meg illetmények, meg nyelvpótlék. Tehát, hogy ilyen, ez ne, hát nem egy bér, ilyen... bér is, mondjuk ezt a parlament állapítja. Van az önkormányzati gazdálkodás és az önkormányzati illetékességnek az ellenőrzése, hogyha ezt így akarom olvasni. Tehát nem túl izgalmas azért ez, ennek a közének a jelenlegi tartalma is. Ebből... De az időpont sem, az időzítés sem. Sok polgármester azt mondja, hogy ez nagyon furcsa ez az időzítés. Még fideszes polgármester is mondják meg mondja. Ezek a polgármesterek, segítsenek a politológusoknak, hogy mikor lenne optimális ennek az időzítése. Hát azt mondja, hogy ez olyan terhelt róla, hogy ez lehetetlen befejezni addig, amilyen határidőt kaptak. Gémesi Györgyöt idéztem most. Én nem tudom, ebben biztos, hogy önkormányzati politik, bár önkormányzatban tevékenykedett, de elugranék, hogy mennyire teljesíthetőek ezek a határidők, vagy mennyire nem, hiszen jobbra arra is el lehet menni ebbe az érvelésbe. Az biztos, hogy én elsőre nem tudom magam megengedni azt, hogy ebben valami politikai nyomásgyakorlásnak a szándékát, vagy politikai csekkolás kérését, vagy majd föl lesz a plakát, hogy a képzeljék, nem tudom, mondjuk Máté Szalkának, mondjuk jobb vagy baloldali, vagy ellenzéki, vagy kormánypárti polgármester, van a nyelvvizsga pótlék botránya Máté Szalkai. Tehát, hogy nincs előttem ezek a hatalmas állítások. Szerintem adhatunk egy jó hiszemű olvasatot is ennek, hogy az államnak ellenőriznie kell az önkormányzatoknak a működését, hogy az önkormányzatoknak kell további saját képszervük működését ellenőrizni, és én itt most jelen esetben a szövegtartam alapján ezt megadom egyik pár óra vagy pár nap erejéig ennek a történetnek. Egyébként a miniszterelnökség reagált a HVG-nek, és azt mondják, hogy ők segíteni akarják az önkormányzatokat azzal, hogy pont a választások előtt átvilágítják őket. Hát én nem lehetek ennyire jó hiszem, mint a Balázs sajnos, mert az elmúlt évek azért nem azt mutatják, hogy az Orbán rendszer segíteni azokat az önkormányzatokat, amelyek nem vele egy pártszínűek. Tehát itt lehet, hogy az az olvasat van, amit a Balázs mond, csak hogyha picit a kontextust nézzük, akkor még rosszabb a helyzet, hogyha nem így szánta a kormányzat, hiszen kialakított egy olyan egészségtelen viszonyrendszer, oktatás, egészségügy, energetika, önkormányzatok, ahol ez a hatalmas mérvű centralizáció, amit láthattunk az elmúlt években, hát mit tettek a magyar önkormányzatisággal, az, hogyha még egy jó szándékú intézkedés is próbál bevezetni az Orbán rendszer, az pusztán amiatt a több mint egy évtized miatt visszajárosülhet el, és beindulhat ez a miért is teszi a kormányzat effektus. És ez szerintem egy egészségtelen viszonyrendszer. Van még egy témánk, ugorjunk rá, akkor pedagógusok, mert időnk már nem sok van. Ma volt egy egyeztetés Marozsa Zoltán és különböző szakszervezetek között. Ugye itt a státusztörvény végrehajtási rendeletéről van szó, ami a héten megjelent, meg a tanév rendje is. Amit a legjobban felkapott hirtelen a sajtó ebből a hét elején, ez az a bizonyos eskütétel, amiről egyébként semmit nem lehetett tudni. Jön utánatok, majd Nagy Erzsébet megkérdezem, hogy pontosan mi hangzott el. Nagyjából most is ennyit tudunk. Ez egy gumicsont szerintetek, vagy ennek van bármi jelentősége? Szerintem akkor teszi, miután nem tudjuk, milyen az eskü tartalmában, akkor teszik jól a pedagógus szakszervezet vezetői, hogyha nem erre élezik ki ezt a helyzetet. Tehát akkor fogják felpuhítani ezt a történetet. Tudod, hogy a státusztörvénynek mi a tartalma, azt szerintem ebben nincsen vita egyik közöttünk sem. Egy biztos, a szakszervezetek a legitim szereplőjének a történetnek. Megtapasztaltuk az elmúlt években, hogy valójában akkor lehet változásokat elérni, hogyha az adott követelés az meg tud maradni az adott rendszer, alrendszerás oktatás lassú, lépcsőzetes kívánalmat tekintve. Az volt a probléma az oktatás ügyek, hogy ezek sajnos rendszer szintű problémákká mentek, komplett oktatási rendszer megváltoztatása, majd az Orbán rezsim leváltása. Most szerintem ez egy új pozíció lehet arra vonatkozóan, hogy ezen a státusztörvényen változtatni kell, nem kérdés, hogy módosítás, vagy végrehajtásról beszélünk most, ugye annak a jogszabályi hátteréről, és a szakszervezetek, hogy is mondjam, realizálható, de szükséges követelésekkel kell, hogy előálljanak, és nem szabad szerintem elmenniük annak a flójába, hogy itt elfelejtjük azt, hogy mi is itt a valódi célja a szakszervezetnek, meg a törvénynek. Voltak ilyenek, bocsánat, hogy közbevágok, tehát az elén is voltak apróbb követelések, és nem rögtön az Orbán kormányt akarták leváltani, csak ugye nem történt semmi az ég egyet a világon, és aztán kezdődtek. Nem tudom, hogy kibeszéljük. Igen. Csak az itt a probléma szerintem, hogy az Orbán rendszer ezt a rendvédelmi szemléletet, amit látunk a legutóbbi kormányzati struktúra felállása óta ezt követi. És egy
szolgáltató szektort, a jövőnket gondozó szektort rendvédelmi logikával, hogy esküdjön föl valamire a imáron dolgozó, nem is közalkalmazott, nem lehet irányítani. Én azt gondolom, hogy az Orbán rendszer egy csődgondnak szerepét tölti be sajnos az egészségügyi beoktatási rendszerben, és látszik ez a rendvédelmi szemlélet azon, ugye itt a nyugdíj ügy kapcsán robbant ki ez legutóbb, hogy akkor lehet-e nyugdíjat kapni a pedagógusnak, hogyha visszafoglalkoztatják. Ez pontosan amiatt van ez a jogértelmezési kérdés, hogy hatályban van a jogszabály, vagy nem, mert ezt a rendkívül jogalkotási környezetben hozta az Orbán rendszer, arra hivatkozva, hogy akkor az ukrajnai háború, stb. Ebben a végig gondolatlanságban nem lehet egy ilyen szektort irányítani, és itt most már több jel mutat arra, hogy az Orbán rendszerben ezek kezdenek egy kritikus szintet elérni, nem veszik észre a problémák, vagy nem akarják észrevenni. Hát ma, holnap a korai fejlesztés, a gyógypedagógia össze fog dőlni Magyarországon. Áttértünk a minőségről a mennyiségi szemléletre, azért mondom, hogy csődgondnokként funkcionál, megpróbálja az emberállományt bent tartani a rendszerben, visszafoglalkoztatni, és ez előbb-utóbb tragédiához fog vezetni. Hú, hát sok kérdésem lett volna még ezzel kapcsolatban, de sajnos be kell, hogy fejezzük, mert lejárt az időnk, de egyébként itt maradunk ennél a témánál, nem ennyi jön Nagy Erzsébet. Köszönöm, hogy jöttetek. Köszönjük szépen.